pertársaság szerveződik a dízelbotrány magyar károsultjainak. Ez azt jelenti, hogy a károsultak akár több millió forint kártérítést is kaphatnak. Hogy mi pontosan a dízelbotrány, arról Surányi Péterrel, az Autó című autós lap korábbi főszerkesztőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Szépen elfogadta a meghívásunkat. Na hát mi volt ez a dízelbotrány? Ha nagyon-nagyon egyszerűen akarom összefoglalni, akkor azt mondom, hogy az egyetemes ipartörténet legnagyobb botránya. Itt az történt, hogy a Volkswagen cég szándékosan egy olyan berendezést épített az autójába, amelyik tökéletesen kiiktatja a katalizátor működését, magyarán az autó katalizátor nélkül üzemel. Ebből következik az, hogy körülbelül a nitrózus gázoknak a 40-szeresét bocsátja a levegőbe, amit szabadna, és ezt, hogy ez az ipartörténet legnagyobb botránya és előre megfontolt szándékkal követték el, ez nem az én elméletem és egy pusztába kiáltott szó, hanem a nemzetközi sajtó így ír erről. Ezt Magyarországon valamiért, nem tudom miért, háttérbe szorítják. Na jó, tehát azt kimondhatjuk, hogy a cég csalt, de ezzel ők mit nyertek? Ezzel azt nyerték, hogy darabonként, körülbelül autónként 1500 dollárnak megfelelő pénzt takarítottak meg. Ha valóban olyan tisztára akarták volna csinálni, mint amilyenre kellett volna, akkor autónként 1500 dollár lett volna. A dolog pikantériája az, hogy az Egyesült Államokban a dízelt akarták forszírozni. És ezért egy cég, az International Council on Clean Transportation, egy cég három autót bérelt az Egyesült Államokban, egy Jettát, egy Passatot és egy BMW-t. És megmérték üzemi körülmények között, hogy mit tud. És rájöttek, hogy 40-szeresét kufogja a levegőbe annak, mint amit ígértek, mind a két Volkswagen, kivéve a BMW-t, amelyik többé-kevésbé teljesítette a normát. Itt borult a bili, akkor derült ki, hogy az autó egy olyan szerkezetet építettek, ami ha észreveszi, hogy mérik hivatalosan, tehát próbapadon, vagy valamilyen mű körülmény között a kibocsátást, akkor mindent a legkedvezőbbre állít, de abban a pillanatban, hogyha kiszabadul ebből a helyzetből, tehát a közönséges forgalomba kerül, akkor a tisztító rendszert teljesen kiiktatva, tiszta erőből pöfög a levegőbe. Na most még egy nagyon érdekes dolgot szeretnék mondani. Körülbelül 11 millió autót gyártottak le ebből. Ha ezeket lökhárítótól lökhárítóig sorba állítják, akkor ez jóval túléli, 10%-kal túléli az egyenlítőt. Most azt képzeljék el, hogy egy olyan kocsisor, amelyik túléli az egyenlítőt, túléri az egyenlítőt, 40-szeres nitrózus gáz mennyiséget pufog a levegőbe, ez mit jelent? Ez azt jelenti egyébként, mérések vannak róla, hogy ezek az autók, pusztán ezek az autók annyi szennyező anyagot bocsátanak a levegőbe, amennyit az Egyesült Királyság teljes ipara, az energiaelőállítással, a gyártással, a gépiparral, a mezőgazdasággal. És ugye ebből világméretű botrány lett, amin persze szerintem senki sem csodálkozott. Akik viszont ilyen autókat használnak, ilyenkor ugye kétféle hírt szoktunk hallani, hogy a gyártó visszarendeli az autókat, és akkor megbütyköli, már jó értelemben véve, és akkor beépíti ezeket a berendezéseket, amivel nem szennyezik annyira a környezeteket, vagy valamilyen kártérítést fizetnek, mondjuk a vásárlóknak? Pontosan, az egész botránynak az az alapja Európában, hogy az Egyesült Államokban, ahol összesen 560 ezer darab autót adtak el, kifizettek körülbelül 21 millió euró, milliárd eurós kártérítést. Abban az Európában, ahol 8,5 millió autót, nem 560 ezeret, 8,5 millió autót adtak el, ott gyakorlatilag egy fillért nem fizettek ki. Hogy lehet ez? Hát ez nagyon érdekes, ez azt hiszem az Európai Unió gyengesége. De ébredeznek az országok, mint tudjuk, Németországban, Angliában perek indultak, csoportos perek, Olaszországban megbüntették a Volkswagent ezért, és szeretnék még oda visszatérni, hogy az Egyesült Államokban ott kártérítést fizettek, 250 ezer autós kérte az autó cseréjét, vissza is váltották, átlagosan 21 ezer dollárért. Ezek az autók meg lehet nézni a Google Maps-en, kint vannak az arizonai sivatagban egy része. Hát 250 ezer autó, gondoljunk bele, csak egy stadionban, ha 95 ezer ember gyűlik össze. 250 ezer autó, ennek egy jó része kint van az arizonai sivatagban most. Az Egyesült Államok kormánya nem engedi megmozdítani őket, azért, mert azt mondják, hogy szennyezőek. Addig senki nem viheti el, amíg úgy át nem építik,
hogy tiszta üzemet produkál, akkor kiengedik, halálra vannak ítélve, stadionok, utcák vannak tele ezekkel az autókkal, és nálunk mindenki csendben van, Európa csendes, ez van. Na de Magyarország nem csendes, nem? Elindult most már a pártársaság szervezése, hogyan áll ez az ügy? Hát mint annyi helyen, ugye most Németországban körülbelül 1 millió autósra számítanak, Angliában 1,2 millió autósra számítanak, pártársaságok alakulnak. Nálunk gyakorlatilag egy éve fut ez a kampány, a sajtó nem figyelt oda, Magyarországon a környezetszennyezés ügyét senki nem érdekli. Hát ha megnézzük, nincsen minisztérium, nincsen semmiféle adminisztráció. Igazság szerint ezek Euro 5-ös autók, amiket nem lett volna szabad az országba behozni. Meg kellett felelni az új autóknak, az Euro 5-ös szabványnak, amikor behozták. Erre senki nem figyelt oda. Ezért nem hibáztatom, mert ez nagyon sok országban megesett. De mikor bejöttek az országba, akkor igenis szankciókat kellett volna emelni. Visszatérve egyébként a kérdésére, mi akkor indulnánk meg igazából, hogyha 300 autós jelentkeznek. És hol tartanak most? Ennél jóval többre számítunk, most már körülbelül remélem ennek a műsornak köszönhetően is, mi követeljük a pénzt vissza az autóért, aki benne akar maradni az autóban, annak meg kéne állapítani valami kártérítést. Hát ha belegondolunk, Németország egyes városaiból kitiltották a dízelautót, ez föltétlen értékcsökkentést jelent. Hát ez Euró 3-asokat, azt hiszem? Ugye első körben most azokat. Igen, de ez folyamatosan változni fog, és az Euro 5 se fog ebből kimaradni. És nyilvánvalóan látszik a használt autó piacon, hogy a dízelautók értéke az töredékére esett vissza az eredeti árnak. De akkor azt mondjuk el, hogy pontosan milyen típus, milyen évjárat az, amit érint ez a botrány? Ezt nagyon nehéz egyébként megmondani. 2005-től indultak a 2015-től indult az Euro 5-ös, és ez egy úgynevezett EA 189-es motorral szerelt változat, de ezzel nem mondok sokat egyébként, mert a csalás azóta is folytatódik, nem akarok nagy meglepetést okozni, de az Euro 6-os szabvány, tehát a katalizátoros dízelmotoroknál is csaltak vele, és ugyanolyan visszahívási akciók vannak. Tehát olyan széles a skála, hogy igazából típusra nem tudom megmondani. De akkor mire figyeljenek a tulajdonosok, akik lehet, hogy érintettek? Mit nézzenek meg? Hát én azt mondanám, hogy azt feltétlenül nézzék meg, hogy dízelmotor-e vagy nem dízelmotor, hát és utána jelentkezzenek. Az autó kukac.azautó.hu e-mail címen minden jelentkezőt fogadunk. Pillanatnyilag ez teljesen ingyenes, hogyha tényleg elindítjuk, akkor 3000 forintot kell regisztrációs díjként fizetni, amit vissza fognak kapni akkor, hogyha megnyerjük a pert. Illetve tulajdonképpen ezt nem mi nyerjük, mert ezzel egy jogász csoport foglalkozik, mi inkább csak toborozzuk, részben a tiszta levegő érdekében, részben pedig effektíve megkárosították az autósokat, nem azt a minőséget kapták, amit vásároltak. Hát kíváncsiak leszünk tényleg, hogy Magyarországon ez a történet hogyan folytatódik. Köszönjük, hogy itt volt. Köszönjük szépen, nagyon szívesen.